Sziasztok! Pickó Kati vagyok. Szeretett kert. Néhány ébresztő gondolat arról, amit nem tanítanak az iskolában, és nem tanulunk meg. Mégis, ami a legfontosabb számunkra, a kapcsolat. Eredetileg pszichiáter vagyok, és amikor párokkal foglalkozom, nagyon sokszor tolmácsnak érzem magam. Olyan tolmácsnak, aki magyarról magyarra fordít. És néha megtörténik a csoda, amit két ember már évek óta mond egymásnak, egyszer csak elkezdik meghallani. Vajon miért? Hogyan romboljuk észrevétlen kapcsolatunk kertjét? Mi történik velünk? Hova tűnnek a pozitív érzések? Nézzünk akkor egy konkrét példát erre. Mondjuk hazajön a feleség, és azt mondja a férjének, hogy mi ez a kupleráj? Már megint nincs elmosogatva. Mindent nekem kell csinálnom. Férj pedig, nem tudtam, hogy ilyen korán hazajössz, megcsináltam volna. Mi történik ebben a helyzetben két ember között? Hova tűnik a szerelem inspirációja? Erről szeretnénk egy sorozatot indítani, amelyben felismerhetitek saját mintáitokat. És szeretnénk megoldást, lehetőségeket mutatni ahhoz, hogy hogyan lehet valamit máshogy mondani. Virginia Satir azt fogalmazta meg, hogy a hasonlóságaik alapján találkozunk a másikkal, és aztán pedig a különbözőségekből tanulunk. Tanulunk elsősorban saját magunkról is valamit. Vajon mi magunk hogyan reagálunk akkor, amikor egyszer csak kiderül, hogy a másik ember valamiről mást gondol? Mások az értékei, mások a szokásai, más a viselkedése. Egy adott szituációban mondjuk mást szeretne, mások a vágyai. Hogy tudjuk ezt kezelni? Mi történik velünk? Minden alkalommal, amikor a másik ember mást szeretne, mint mi magunk, fölállítódik egy mérleg. A mérleg egyik serpenyőjében az van, amit mi akarunk, amit én akarok, a másik serpenyőjében pedig maga a kapcsolat. Mi történik ilyenkor? Ha nagyon erősen azt képvisel, amit én akarok, nagyon sokszor sérül a kapcsolat. Ha pedig a kapcsolat nagyon fontos, akkor hova tűnik az, amit én szeretnék? Mi van a saját érdekeimmel, szükségleteimmel? Ezzel kapcsolatban elindítunk egy sorozatot, és megnézünk olyan praktikus hétköznapi példát, amikor a kapcsolat és az érdek mérlegét nem vagyunk képesek igazán jól kezelni. Nem azért, mert elvetemült gonosz emberek vagyunk, hanem mert ilyenkor stresszbe kerülünk. És életre kelnek, megelevenednek bennünk azok a transzgenerációs minták, ahogy adott esetben őseink, szüleink a konfliktusokat kezelték. Egy pillanat alatt veszítjük el a tudatosságunkat. Nézzünk akkor egy konkrét példát erre. Mondjuk hazajön a feleség, és azt mondja a férjének, hogy mi ez a kupleráj? Már megint nincs elmosogatva. Mindent nekem kell csinálnom. Férj pedig, nem tudtam, hogy ilyen korán hazajössz, megcsináltam volna. Mi történik ebben a helyzetben két ember között? Nézzük meg először a feleséget. Elkezd olyan módon kommunikálni, stresszben, hiszen mérges lett, dühös lett, mikor mindezt meglátta, ami az úgynevezett legáltalánosabb mintánk a hibáztató kommunikáció. A hibáztató kommunikációra az a jellemző, hogy alássuk azt, ami az érdek-kapcsolat mérlegre visszatérve a kapcsolatnak a kulcsa, a legfontosabb eleme. Alássuk a másik önbecsülését. Mi történik a másikkal? A másik, aki ebben az esetben megpróbál alkalmazkodni, ő egy kicsit alárendelődik. A feleség, mint hogyha szülőszerepbe kerülne, felülről kommunikál, ő mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és a másiknak mit kéne csinálni, ő pedig alkalmazkodik. Ne haragudj, azt hittem később jössz haza, megcsináltam volna. De közben, ami közben alárendelődik, bizonyos érzéseket elnyom magában. Egy kicsit ilyenkor egyébként süketté válunk. Nem akarjuk hallani, amit a másik mond. Sérül az információ befogadása. Egy kicsit sérül az elfogadása is. És nagyon sokszor sérül a megfogadása. Ha nem is nyíltan, de sokszor egy passzív ellenállás keletkezik. Köszönöm, hogy velünk folytatok, és hamarosan folytatjuk szeretett kert sorozatunkat, hogy a ti kapcsolatotok is minél inkább igazi, örömteli, szeretett kerté váljon, vagy az maradjon.